Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Március 3-án tartották a tavasz első vásárát. Ez az egyik legnagyobb vásár az évben, az önkormányzat bő egy éve vette át az üzemeltetést. A tapasztalatokról és a vásár szabályairól Kácsor Péter szervezőt kérdeztük. Elkezdődött az első tavaszi vásár Kisteleken, az önkormányzat nemrég vette át a szervezés feladatát. Hogyan zajlottak az előkészületek? Hát ez a nemrég, ez most már egy év, több mint egy év. Egy év, bő egy év tapasztalatáról tudok beszélni. De előkészületek azok általában mindig a vásár előtti héten szoktak történni. Hogyha arra az előkészületre vagy kíváncsi, ami maga az átvételt illeti, akkor ott csak köszönettel tudok utólag is még tartozni, illetve mondani a harmadcsaládnak. Ugye ők voltak a korábbi üzemeltetők, mindenben partnerek voltak, sokat segítettek a kollégáknak, hogy zökkenőmentes legyen az átállás, úgyhogy tényleg még utólag ebben a formában is így a tévé nyilvánosságán keresztül is ezt köszönöm nekik. Ha egy adott vásár előkészületére visszatérek, akkor pedig általában vásár előtt szerdán, csütörtökön, attól függ, hogy mikor tudjuk összehozni az időpontot, akkor szoktunk itt a helyszínen találkozni, és kijelöljük a helyeket, kimérjük. Ugye mindig van változás, van új bérletesünk, van, aki már nem hosszabbít. Éppen pont ez a március az időszak, amikor viszonylag sok változással szembesülünk, ugyanis február 15 az a határidő, amikor az előző évi, tavalyi bérleteseknek még fenntartjuk a helyet, az a türelmi idő, viszont hogyha nem hosszabbítanak, ezen belül, ezen a dátumon belül, akkor ugye elveszik a helyük. Tehát onnantól már nem nincs meg az előjoguk. És ugye ilyenkor mindig benne van a pakliba, hogy új bérletesek jelentkeznek, új helyet keresünk nekik, vagy kiváltanak egy korábbit, aminek nem jön a gazdája, mert megunta, belefáradt, esetleg nem úgy működött. Úgyhogy ez mindig ilyenkor egy kicsit ilyen változós időszak, de több mint 500 bérletesünk van, ami nem kevés. Ebbe a 4 métertől a 30-40 méterig nagyon nagy a szórás. Nyilván mi is úgy állunk hozzá, hogy akik régi bérleteseink 8-10-15 éve, még a másik vásárterületén is már bérletesek voltak, azoknak azért némi előjogot talán ez a legjobb szó, ugye biztosítunk, adunk, de csak egy bizonyos határig természetesen. Aki árulni szeretne a következő vásárokon, hova forduljon, van-e még szabad hely? Igen, van szabad helyünk, erre vigyázunk, hogy természetesen az összes helyet nem adjuk el bérletformájában, mert gondolunk el azokra is, akik alkalmiárusok, ezeket a helyeket egy részét legalábbis jelöljük, illetve a többi részét hajnalban, amikor ők érkeznek, akkor megmutatjuk nekik, ugye többen vagyunk itt erre a feladatra, hogy hajnalba beállítjuk az alkalmiárusainkat a szabad helyekre, bennünket tudnak keresni, a honlapon megtalálható a Kistelekváros honlapján egy mobiltelefonszám, ami erre a célra rendelkezésre áll. Ez a telefon nálam csörög, én próbálok mindig mindenkit visszahívni, illetve kezelni a problémákat, illetve ugye az 598-100-as melléken, hogyha Rácz Borás Anita kolléganőmet keresik, akkor ő is nem csak vásár, hanem a vásár közötti időszakban is tud segíteni, akár bérlet eladás céljából is. Ugye előfordul egy-egy vásárba, hogy sokan állnak sorba az irodánál, mindig mondjuk, hogy nem muszáj megvárni az adott sort, ha van rá módjuk, akkor két vásár között nyugodtan keressenek bennünket, egy megbeszélt időpontban bejöhetnek, és akkor soron kívül várakozás nélkül tudjuk kezelni ezt a problémát. Mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet árulni a vásáron? Hát, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor gyakorlatilag mindent lehet árulni. Ami nagyon fontos, az, hogy amikor mi átvettük, igazodnunk kellett a fennálló, illetve aktuális jogszabályokhoz. Ennek értelmében egy külön állatvásárt jelöltünk ki. Ez kis állatvásár, tehát ugye nagyon régóta nem lehet már, mondhatom az egyszerűség kedvére, úgyhogy négy lábú jószágot árulni. Az a világ megszűnt sajnos itt. Kis állatvásár, baromfi, illetve a kis hobbi állatok, tehát a kutya, macska, a nyuszi, ez a kör fér bele. Ők egy elkülönített helyen a
főbejárattól jobbra a sarokban találják meg a kisállatvásár területét, csak és kizárólag ott lehet árulni. A vásár területén nem lehet semmilyen állatot árulni. Hát, amivel nem szoktunk foglalkozni, az akváriumban lévő hal. Az előfordul, hogy van, de egyébként bármiféle más állat árusításának a helye az az állatvásár területe. Egyéb termékek tekintetében pedig, ha nagyon kirívó dolgot találunk, akkor szólunk, tehát most mondjuk egy éles lőfegyver a kirívó példáért. Nyilván ennek itt nincs helye, mert az komoly feltételekhez kötött Magyarországon, de ha nem hajlandó tudomásul venni a árus, akkor rendőrt hívunk, mert nyilván nem fog vele vitatkozni, de ezen kívül gyakorlatilag mindent, és azt az adott árusnak a felelőssége, hogy egyébként ő rendelkezik a megfelelő engedélyekkel. Gondolok itt arra, hogy mondjuk új játékokat árul, és hogyha az új játék nem rendelkezik megfelelő minőségi tanúsítványokkal, jelölésekkel, volt erre sajnos példa, volt egy novellenőrzés korábban, tavaly évben, akkor az bizony előfordulhat, hogy elkobozásra, lefoglalásra kerül, de én ezzel nem fogok foglalkozni. Már csak azért sem, mert nekem az a fontos, hogy minél több árusunk legyen, minél több bevőnk legyen. De ez nem azt jelenti, hogy akkor bármit lehet. Tehát az adott árusnak kell tudni, hogy akár a zöldségárusításra van engedélye, őstermelőként, kereskedőként, vagy akár egy bármiféle új elektromos készülékre. Tehát ezt neki kell tudni, ha ő tudja, akkor jó, csinálja. Most nyilván ugye nagyon sok zsibi használt áru van, arra más játékszabály vonatkozik, de ezzel a hatóság sem szokott foglalkozni. Még egyszer mondom, hogy mi nem foglalkozunk vele, nem szeretnénk olyan szerepben tetszelegni, hogy mi esetleg nem kedvezünk az árusainknak. Mindenki azt árul, amit akar, de a felelősséget neki kell viselnie, hogyha az ő termékével bármi probléma fölmerül. Március 6-án tartották az Energiatakarékosság világnapját. Stúdiónkban Gyenes Zsolt beszélt a takarékoskodás lehetőségeiről, és részleteket tudhatnak meg a LED izzócsere programról is. Pár hónapja volt egy LED csere pályázat, melyben az önkormányzat munkatársai segítséget nyújtottak a lakosságnak. Hogyan lehetett pályázni, mire és hány családnak segítettek az önkormányzat munkatársai? Ez a Szájjebb Energia Megoldások Kft.-nek a programja. Háztartási ledízzókra lehetett pályázni, és az önkormányzat nagyjából 35 háztartásnak tudott segítséget nyújtani az igénylés során. Ezek olyan gazdaságos izzók, amelyek akár 10-15 ezer óra használatot is kibírnak, szemben azzal az egyszerű wolfram szálas izzókkal, amelyek mondjuk 1000 órát bírnak ki. Ellenben a fogyasztásuk az 85%-kal kisebb. Tehát így jelentős megtakarítást érhetnek el a háztartások ezeknek a használatával. Jelenleg hogy áll a pályázat, mikor lesznek átvehetők a LED égők? Jelenleg a pályázat már véget ért. Az igénylésre ugye november 15 és december 15 között volt lehetőség. Jelenleg azt az információt kaptuk a pályázat kiírójától, hogy a csomagokat a településeknek összekészítették, és egyelőre a logisztikát tervezik. Tehát ebben a hónapban valószínűleg már el tudunk érte menni, és megkezdhetjük a kiosztást. Erre egyébként a Rákóczi utca 17 alatt található önkormányzati telephely lesz majd a helyszín. A régi izzókat le kell leadni? Nem szükséges. Tehát azokat nem tudjuk átvenni, vagy ilyesmi. Miért fontos ez a program? Hát, mint minden energiahatékonysági program, hát mind az emberek pénztárcáját kíméri, mind pedig a környezetet. Tehát leginkább így tudnám összefoglalni a fontosságát. Több hasonló programra volna szükség, illetve az ehhez hasonló programok folytatására. Mert most olyan időket élünk, amikor az energia megtakarítás az igencsak prioritássá vált. Miért kell figyelnünk az energiafogyasztásunkra? Miért fontos az energiatakarékosság? Hát itt egy kicsit ki kell tekintenünk mind a történelemre, mind a világra. A 20. században egy olyan népességrobbanás következett be, és olyan iparfejlődés és
technológiai fejlődés, ami óriási terhet rótt a környezetre, viszont a környezetvédelem az több évtizedet késett azzal, hogy észrevegye, hogy nem az a megoldás, hogyha valamire egyre nagyobb az igény, akkor egyre többet termelünk ki belőle, mert a Földnek az erőforrásai nem végtelenek, hanem bizony szem előtt kell tartani a megújuló energiaforrások használatát. Csak hát mire ezek a filozófiák gyakorlattá váltak, hát addig kellettek olyan környezeti katasztrófák, mint például az Exxon Valdez tartályhajó, vagy az ózonlyukaknak a keletkezése. Tehát nagyon sok minden kár keletkezett a bolygóban, mire rájöttünk, hogy hoppá, most már valamit tenni is kell a bolygó megóvása érdekében. És hát jelenleg is ott tartunk sajnos, hogy ahhoz a mennyiségű erőforráshoz, amivel le lehet fedni, ki lehet elégíteni a fogyasztásnak a szükségleteit, hát 2,5 földbolygóra volna szükség, viszont nekünk csak egy van. Mit tehetünk otthon, hogy energiatakarékosabbak, tudatosabb energiafogyasztók legyünk? Hát tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy mint elve az nagyon szép az energiatakarékosság és az energiahatékonyság, de nagyon sok energiatakarékossági megoldás nagyon sokba kerül. És leghatékonyabban úgy lehet ezeket ösztönözni, hogyha összhangba tudjuk hozni azt, hogy az emberek megtakarítsanak, és ugyanúgy akkor használjanak olyan technológiákat, amik környezettudatosak. Hogy egyénként mit tudunk tenni, figyelni kell mondjuk a vízfelhasználásra, akkor ne maradjon égve az izzó fölöslegesen, csak tényleg akkor, hogyha indokolt. Gondolkodjunk el egy háztartási gép vásárlásán, hogy a lehető legenergiatakarékosabb legyen, illetve egyáltalán, hogy szükségünk van-e arra az eszközre. Tehát leginkább itt dől el az egyéni fogyasztó szinten. Március 15-én ünnepi szentmisével, fáklyás felvonulással és koszorúzással egybekötött megemlékezéssel várják a résztvevőket a templomba, majd a Petőfi szoborhoz. Harmat József hitoktatót erről és a március 29-én bemutatásra kerülő Passió előadásról kérdeztük. Két eseményre is készülhetnek a kistelekiek a közeljövőben, a március 15-i ünnepség és nagypénteken bemutatásra kerülő Passió előadás. Harmat József tanár urat kérdezzük, először a március 15-i eseményekről mi várható? Ahogyan már évek óta szoktuk, Kistelek város nemzeti ünnepe március 15-én délután 5 órakor kezdődik itt a Szent István király templomban, a hősökért bemutatott Szent Misél keretében, koszorú szenteléssel, úgyhogy várjuk a szervezeteket, az intézményeket, ahogy szokták, az oltár elé hozzák el a megemlékezés koszorúit, virágait, hogy az plébános úr megszentelhesse, és a Szent Mise után, miután a hősökért imádkoztunk, együtt vonulunk ki a templomból, Kossuth dalokat énekelve a Petőfi szoborhoz, és ott lesz egy megemlékezés, majd pedig elhelyezzük a tisztelet és a megemlékezés koszorúit. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel ide délután 5 órára a templomba, március 15-én, pénteken, majd pedig emlékezzünk együtt, aki tud, hozzon magával mécsest, egy szál virágot vagy koszorút, és közösen fejezzük ki nemzeti ünnepünk hősei előtt azt, amit ők tettek a magyar hazáért, tiszteljük meg őket. Március 29-én nagypénteken mutatják be a Passió előadást a templomban a hittanos gyerekek közreműködésével. Honnan jött az ötlet, hogy Jézus szenvedés történetét adják elő? Hát, hogyha már ennyiszer megnyertük a nemzetközi betlehemes versenyt, Imre atya és a Zoltán atya, aki hazajött Rómából, és hát hallotta jó hírünket a pápától, azt mondta, hogy ha ilyen gyönyörű előadásokat tudunk Jézus születése történetéről előadni, és ennyire meghatóan az emberek szívébe tudjuk ezt lopni, akkor most próbálkozzunk meg a Passióval. Hát a Passió ugye az Jézus szenvedésének és halálának a története, egészen más műfaj. Ez dráma,
ez tragédia, itt a szereplők kifejezik a saját belső érzéseiket, vagyis felnőtt műfaj. Én azért nem fogtam eddig bele, mert nagyon sok passió kezdeményezést láttam itt a környéken, de szóval a gyerekek azok ehhez fiatalok. Ezért féltem is a fölkéréstől, és mondtam, hogy hát először is, tehát akkor szabad kezet kérek, mert a passiónak van egy kötött szöveg a Bibliában, ami felnőtt szöveg. Az mi nem tudunk hozzá fölérni a gyerekekkel, de ugyanakkor én megírtam 2 hét alatt egy olyan szöveget, amit láttam, hogy ki tud eljátszani a gyerekek közül. Nagyon örültem neki, hogy a szöveg megírása után, mikor felolvastam a gyerekeknek, akkor mindenki megtalálta a saját szerepét, mindenki rátalált, hogy Péter, Júdás akarok lenni, és hát nekik is írtam. És a főszereplők így aztán elkezdtük a próbákat, látom, hogy menni fog a dolog, kezdenek rá kinyílni. Nagyon sokat beszélek arról, hogy mit jelent ez. Tehát ez nem egy színházi produkció, én ezt mondtam nekik, ez egy imádság. Tehát most próbálják meg azt a lehetetlent, bármennyire is nehéz, hogy odaképzeljük magunkat Jeruzsálembe, ahol kiabáló tömeg van, az emberek ott Jézust éjjenzik először, aztán elítélik, ugyanaz az ember befolyásolható, papok fölbiztatják, hogy ítéld el, Pilátus kiabálja, hogy keresztre véle, de nem akarom elítélni, ti akartátok. Tehát ebbe tényleg jóságosan ott kell tenni az embernek minden talentumát, de úgy nézem, menni fog a gyerekeknek, és hát azt is nagyon köszönöm, hogy miután a plakátok kikerültek, rögtön rengeteg telefont kaptam, hogy ez most nagypénteken, ugye este 6 órakor adjuk elő, ez március 29-ére esik itt a templomban, hogy miért 6 óra? Azért 6 óra, mert szeretnék egy kicsit a fényekkel is játszani. Igaz, hogy délután 3 órakor hal meg Jézus a kereszten, itt mindig akkor történt Kisteleken pénteken 3 órakor a kereszthódolat, de most azért tettük 6 órára, hogy a gyerekek is ebben jobban meg tudják mutatni, és mondom, a fényekkel játszva egy kicsit a lelkiségünket. Nagyon sokat próbáljuk ezt egyébként. Egyre jobban én azt látom, hogy kinyílnak a gyerekek rá, tehát menni fog a dolog, és várunk szeretettel mindenkit. Sőt, aztán kaptam a telefonokat a gimnázium igazgatónőjétől, az általánosiskolának az igazgatójától, hogy akkor ők is megnézhetnék, úgy, mint a Betlehemet szokták, és március 27-én 2 előadásunk is lesz így már délelőtt, és akkor bemutatjuk az iskolának, meg a gimnáziumnak is. Hát az lesz tulajdonképpen a fő próbánk, mert még össze nem tudtam tenni a darabot, mert nagyon sok szereplős, meg jelenetes egy passió, de amire oda kerülünk, remélem, hogy összeáll a darab. Azt is köszönöm, hogy nagyon sokan fölajánlották a segítségüket, mert tudják, hogy egy passióhoz hát az kellékek, Veronika kendőjét, a Hódi Katalin festőnő festi meg nekem, akkor a keresztet az egyik szülő, Majoros Zoltán készítette el, akkor a varónő fölajánlotta, aki a Betlemesbe is vart, a Pignitzky Éva néni a ruhákat, hogy kell-e segíteni, mert azért ugye főpapok vannak, itt más a ruha berendezése egy passiónak, tehát nagyon sok jó ember állt mellém megint, és hát nagyon köszönöm, mert senki nem fogad el semmit. Érte, mindig azt mondják, hogy nagyon jó Isten megfizeti. Hát én is azt mondom, hogy akkor jó Isten fizesse meg az áldozatos munkájukat, mert így látom, hogy nem csak a gyerekek munkájából adódik ez a szép élmény majd, hanem tehát amit ők is hozzátesznek a felnőttek, tehát magasztos élményben lesz részünk. Én azt várom és azt remélem. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel március 29-én nagypénteken. Nem csak a passió lesz, tehát ez maga a nagypénteki liturgia, ugye, ahol egy csonka mise van, a csend van, akkor az egész világban elhallgatnak a harangok, nem szól az orgona, tehát a néma csendből indul minden, mert hiszen Jézus ugye ezen a napon halt meg, és ugyanígy a liturgia ezt is megtiszteli, tehát halljuk majd az ószövetségi olvasmányt, ami megjövendülte Jézusnak a szenvedését, hogy ez pont így fog bekövetkezni, utána halljuk a Szent Leckében azt, hogy Jézus föláldozza értünk az életét, majd ugye jön a passió. És a végén pedig ott van az, hogy mindenki, aki szereti és tiszteli Jézust, az ide jöhet a kereszthez, és kifejezheti a kereszt előtt a hódolatát, tiszteletét, megérintheti Jézusnak a lábát a kereszten. Tehát megtehetjük azt, amit a világon mindenütt megtesznek, hogy ilyenkor Jézusra figyel a világ. Hiszen nagypénteket ezért nyilvánították Magyarországon is nemzeti ünnepnek, hogy nagyon kérek mindenkit, hogy ezt az élményt ne adja ki, tehát ne a wellness hétvégét válassza most húsvét előtt, hanem ezt a lelki élményt, egy lelki töltekezés lesz ez a nagypéntek este számunkra, itt kistelekieknek, aki eljön, biztos nem fog benne csalódni. Én remélem, hogy legalább akkora siker lesz, mint a betlehemesünknek.
Április 22 és 26 között kell az óvisokat, bölcsödéseket beiratni a körzet szerinti intézménybe. A beiratkozás részleteiről Sejben József főigazgató oszt meg hasznos információkat. Hamarosan beiratkozás a kisteleki óvoda bölcsöde és mini bölcsöde intézményeibe, a hét színvirág és szivárvány óvodákba, a bölcsödébe és a mini bölcsödébe. Mikor és hol várják a szülőket? Így van, a fenntartónak beterjesztett időpontom az a április 22-től 26-áig terjedő időpont volt, és ezt a fenntartó elfogadta, így február 15-e után ez kihirdetésre is került, tehát a beiratkozások időpontja még egyszer 2024. április 22-től 26-áig. Kell-e előre időpontot kérni? Úgy szoktuk ezt megoldani ezen a héten, hogy erre a hétre ilyenkor telefonon, e-mailbe a szülők kérhetnek tőlem időpontot, és akkor én szépen beosztom őket negyed óránként, fél óránként, és akkor szépen egymás után jönnek, és akkor nem kell várakozni. Ilyenkor arra szoktam megkérni a szülőket, hogyha véletlenül a megadott időpontig történhet bármi, és ez változik, akkor nyugodtan szóljanak újra, onnét kiveszem őket, adunk egy másik időpontot, és akkor így az elég zökkenőmentesen szokott ez történni. Milyen dokumentumokat kell vinni a beiratkozáshoz? A bölcsöde, meg a mini bölcsöde az a szociális szférához tartozik, ott egy kicsit más dolgokat kell behozni, mint az óvodához. Ugye a két beiratkozás között annyi különbség van még, amit meg kell említeni, hogy még az óvodai beiratkozás az kötelező, minden harmadik életévét betöltött gyermeknek ez kötelező, addig a bölcsödei korosztályba a 27-es kortól 3 éves korig ez a tevékenység ez nem kötelező a bölcsöde, tehát azt a szülő választhatja. Az iratokat pedig, hogyha beszéljük, akkor ha a bölcsödések, a kisebbek kezdjük velük, őnáluk is nyilván a legfontosabb a gyereknek a születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája és a tajkártyája. A szülőknek természetesen kell, ha idegenek, igazolni magukat, hogy ők a szülők, és ezen felül még olyan dokumentációk kellenek, ami... Ha a gyereknek van olyan határozata vagy végzése, ami egyéb kedvezményekre jogosítja, akkor az természetesen ezeket is be kell hozni. Ha bármilyen betegsége, allergiája van, szakorvos által kiállított orvosi véleményt szintén be kell hozni. Hál' Istennek ez azért ritkán fordul elő. Tehát ez a bölcsöde, és a bölcsödében a legfontosabb dolog még, ami kell, mindkét szülőnek munkáltatói igazolás. Ugye az utóbbi években, hál' Istennek itt Kisteleken azért a születési számok szépen megemelkedtek, és a tavalyi évben volt először arra példa, hogy például a bölcsödébe, ami nem kötelező, kétszer annyian jelentkeztek, mint amennyi szabad férőhelyünk volt, ezért a munkáltató igazolások nagyon fontosak, tehát ez alapján tudjuk, elsősorban azokat a gyerekeket veszük fel a bölcsödébe, ahol a szülők nem tudják megoldani a munkájuk mellett, nincs aki a gyerekre vigyázzon, és hát körülbelül már akár másfél-két éves is lehet, de nyilván lehet ez kisebb is, akkor őnekik segítünk. Természetesen ettől akkor szoktunk eltérni, bizonyos esetekben szociális alapon is tudunk segíteni, ha anyuka kórházban van, vagy valaki beteg, és fontos, hogy fölvegyük, akkor ilyen esetekben azért ritkán, de erre is van példa, hogy ilyeneket is felveszünk. Minden évben Kisteleken 3 kis csoport indul, de ebből a 3 kis csoportból általában 2 éven keresztül, 2 egymás követő évben a szivárványavodába indul 2, és a hétszínvirágavodába 1, viszont minden harmadik évben ez megfordul, és akkor olyankor a hétszínvirág ivodába indul 2 csoport, és a szivárvány tagavodába 1. Kistelek is 2 fele van úgymond osztva, az Ópusztaszer felé vezető Árpád utca, és a Majsa felé vezető Rákóczi utca, és az a szivárványóvodához felüli oldal az már ide tartozik, a hétszínvirág felüli oldal pedig oda tartozik, tulajdonképpen ez a körzethatár, ettől eltérni lehet, jelenleg is van arra példa, hogy ebből a körzetből a másik óvodába járnak, a másik körzetből ebbe az óvodába járnak, ez akkor, amikor nagyon nagy föltolódás van, vagy egyenlőtlenül oszlana el ezt, akkor kell ezt néznem, hogy melyik a körzetes óvoda, és elsősorban abba az óvodába kell fölvenni akkor. Ingyenes ruhaosztást szervezett a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Csütörtökön 9 és 12 óra között várták a rászorulókat, érdeklődőket a szolgálat munkatársai. Honnan jött az ötlet, hogy ruhaosztást szervezzenek? Kisteleken már a tavalyi évben is elkezdtük ezt a Szociális Központ és Szolgálat által, de most az idén évre hagyományát szeretnénk tenni, hogy minden hónap első csütörtökén ruhaosztást szervezünk Kistelek és környező településeinek is. Ezért történik az, hogy a szórólapot a Kistelek környéki települési járási infócsoportban is többször is meg is osztjuk.
Évente többször van ilyen esemény? Igen. Többször szeretnénk, most éves szinten 12-szer. Kiket várnak, kik jöhetnek ruháért? Mindenki, aki úgy gondolja, hogy rászoruló, nincs rászorulsági mérce, minden felnőttet és gyerekes családot nagyon nagy szeretettel várunk és fogadunk. Aki ruhát akar adományozni, hol teheti meg? A kisteleki szolgálat, Tisza utca 1 szám alatt van egy telefonszámunk, vagy ide személyesen bejön, betelefonál, tiszta, szakadásmentes ruhákat tudunk csak elfogadni. Mennyi ruhát tudnak egy személytől befogadni? Hát egy zsáknyit, mert ha nagyon sok van, akkor nem tudjuk raktározni. Akik eljönnek ruhát válogatni, maximum hány darabot vihetnek el? Nincs megkötve, csak az a feltétele, hogy a választott ruhákat a saját maguk által hozott szatyorba, illetve zsákba haza tudják vinni. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben megtekinthetik a mozgáskorlátozottak napja alkalmából szervezett összejövetel műsorát, ellátogattunk a Senior Örömtánc foglalkozására, megismerhetik a jelenlegi ablakkiállítás alkotóit, és fontos információkat tudhatnak meg az elhízásról. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!